Dolgozol, vagy otthon vagy? Amúgy. Na, erretek, hol tartottunk ebbe a sztoriba? Pont egyébként itt szerintem ennél a questnél. Ja, ez az. Várjatok csak, elvileg... Ja, délutános vagy, na. Krisi, szia, üdvözöllek, jó reggelt, jó reggelt. Ezio, Dio mio, you're alive. Is it true? They say you killed the Doge. I was trying to save him, Leonardo. But the truth matters little. I failed. And now I'm the most wanted man in Venezia. Well, perhaps you are in luck. It's Carnevale in Venezia. This is the time when everybody goes with. Jövő héten Star Wars. Várjatok, jövő héten. 5-e az a 2 hét múlva lesz, ugye? Ja, de jövő héten, mert hétfőn, jövő héten Star Wars-ozni fogunk, srácok. Star Wars 7 lesz. Az új Star Wars Lego jelenik meg, azzal fogjuk tolni, meg váltás, meg a Jedi Fallen Order lesz mellette. Úgyhogy... In fact, it seems to be a kind of falco, but as small as a hummingbird. Is that possible? I have no idea. Let's build it and find out. Nem, a jövő hét lesz. Azt mondja, a tudás hatalom, gyakorol rejtett tör pisztoly toldalékával. Tovább fejlesztjük, úgy látszik ezt a cuccot. Hát mostában nem, Krisi, mert nagyon sok a játék, ami be van tervezve, az például be se volt tervezve. Azt most nem is tervezek addig nagyon újakat, amíg nem érek a végére a dolgoknak, mert sok. Mire minden tervezetet letolok, az még hónapok kb. Egyébként. Na, mi a cél? Fegyvertárcsa. Aha, ott a pisztoly, mi a fügy. Igen, és akkor a cselekvés. Azt mondja, fogd be a célpontot, nem fogta be, basz. Hát ez mi? Ezt szórakoztok? Hát ez nem valami fényes ez a fegyver. Hát itt fogom be a célpontot és semmit nem csinál. Megölt célpontokja az. Mert nem fogja be a célpontot, hadd kérdezzem már. Fős ember. Oh, már be. Ja. Nem értem. Mert ugye ezzel fogom be azért célt és semmi nem történik. Valami nem jó ezzel a questtel. Jó, hát akkor ellövöm az összes lőszert, ezt csináljuk a lapkabát, ezt kész, hát most... Nem nagyon pörget a dolog. Érdekes. De ez a célbefogás, és nem történik semmi. Ja, hogy oké, nyomva kell tartani a lövést. Így most már értem, így rendben vagyunk. Minél tovább tartod nyomva, annál biztosabb. De bazeg, ezt azután írja ki, hogy már megcsinálom. De most ez komoly.
Szóval elsőre találjam ki. Angel úr, jó reggelt kívánok! Ez igen. Oké. Na, amúgy jó. Lehet, hogy az első leírás nem olvastam el rendesen. De egyébként elég sok ilyen felhasználható cucc van ebbe a részbe. Ment ilyen fegyverek terén. Hidden Blade, mérgezett változat, lőfegyver. Dobótőr. But I'm sure was not just to play with new toys. Is it about this terrible new dodge they've installed? Marco Barbarico. Then you'll want to speak with your friend Antonio. I've seen him quite a bit lately at a mutual friend's. I'd look for him there in the Dorsoduro district to the south. Ask for Sister Theodora. Sister? Well, in a way. Yes, sister. And Ezio, you can't be carrying weapons out there today. Grazie, Leonardo. Grazie. Now, about that mask. Kaptunk egy maszkot, oda néz. Azta. Oké. Tátos. Szia, szia. Ó, srácok, ez igen. Majd aztán valamikor jövőben letoljuk az utáni részt is, mert ugye menjünk tovább a franchise-ba, de nem azonnal. Most lesz majd egy pici szünet ebbe. Ezt végigviszem, és akkor ugye többi játék, aztán majd amikor megint nem lesz úgy semmi, akkor... Erszényeket lehet venni, késtárló, közepes méregfiola. Erszényeket még nem vettem eddig, de ennyire nem is, nincs is rá szükségem egyébként. Megmondom őszintén. Szerintem legalábbis. Szia Tristan, hello, Ohio. Ohio-ba vagy? Jó neked. Laju, he's there on him. Okay. There he is. Hát előfordul, hogy elvész a vezér a falról. Most játszok Assassin kalózósat, na, Black Flag-et? Assassin. Szia Roland, üdvözöllek! Majd egyszer az is lesz, amikor a sorozatba odaérek. Tátos, te meg unitizál. Egyébként baromi jó ez is, meg a sztoria is, meg ezek a felszerelések rohadt jók. Például azért is nem modoltam be grafikailag, mert nincs rá szüksége szerintem, tök jó néz ki. Legalábbis szerintem még mindig jól néz ki ez. Most játszok ugye vele úgymond először, mert ugye első végjátszás. Na srácok, elméletileg, de csak elméletileg ez itt a hatodik kulcs lesz. Jól számoltam. Úgyhogy ezt most megszerzem. És meg lesz a ruha. Van ehhez grafikai mód, igen, de nem bíbelődtem vele, mert igazából szerintem jó az így is.
A grafikai mód is inkább nem textúrát, hogy mondjam, nem textúrát cserél, hanem csak színesít. Aztán inkább ilyen illúzió megtévesztés. Ezért az ilyen a titka, felsőnök üzletében a katakombájának titkait, oké. Okay. Something moving over there in that haystack. Dehogy, nem, semmi nem mozdult meg. We're in the middle of playing a tarot game. No, this time I saw something. I know it. Ajaj. Ne kattarázd a szalmát. Megér. You're right. There was something in the haystack, you feminucha. I'm tired of your jokes. This isn't funny. I could have been killed. By rats. You don't take our work seriously. One misstep. One time you turn your back in the wrong direction, and you're dead. Because of rats. I'm not going to explain myself to you anymore. What? Please, don't stop. This is so entertaining. Megőrült a pali. Please, come back. No. I'll protect you. Don't worry. Vaffanculo. Vaffanculo. Is this really how it's going to be? Összevesztek. Si. Na, ezt valahogy ki kéne innen húzni, de meg sem mozdul, ezt bebetonozták most. Ami fura, hogy elméletileg be kéne tudnom rántani a kazalba, nem? Vagy nem? Ajaj. Na, ez gond. Már pedig... Van így is jó. Leave me alone! A rohagy meg. Nyavajás. Utás. El kell kapni az embert. De nem állsz fel a falra, légy szíves, mert én nem akartam. Úgy, futás, futás, futás. Leave me alone! Jó, azt a trükköt már ismerem, haver. Run faster. Run faster. Leave me alone. Run faster. Leave me alone. Erőnk! Át fog baszni. Az apát! Hú, basz meg! Lassan mászik a haver! Na gyerünk, valami legyen! Állíts már meg! Nem ér, mutol el, hogy fut ez az állat? Hát persze, na jó, hát ezt hagyjuk már, ezt a baromságot. Rohadt nyomorút. Ez direkt le van szkriptelve, nem lehet utol érni. Amocsok. Angel úr, köszi szépen, vigyázz magadra, kellemes napot. Szia, szia. Azek lett volna, rádió nála, vagy SMS üzi. Hiasztó csengő, na akkor. Na mi gyorsan elszaladt a pali, hogy szakadjon meg. Na jó. Oké, oda kell bejutni szerintem, ki kell nyitnunk az ajtót. Az azt mondja, hogy... Elvileg szerintem itt fel is tudok kapaszkodni tippre. Nem. Nem erről volt szó. Gyerekek! Ajaj! Tedd már elő a kardot, nyomorút! Egy!
won't take long. Get him! Ora! Uha, érdekes, igen, ezért hallok, mert érdekesen ugrál. Nagyon jó. Hát gyerekek. Jaj, de most megint mit keres nálam ez a szar fegyver? Jaj, ne már. Na jó van. Nem rossz harcrendszer, de azért annyira nem gyere be ez a fajta megoldás. Nagyon érdekes. Össze-vissza. Nem is érdekel, üssé, bazd meg. Az a bajom, hogy én nem is akarok fegyvert cserélni, ez meg fogja, az kicseréli a fegyvert. Ezt itt van most nálam egy rakás szar fegyver. Jó van, jöjj meg. Most nézd meg, most... Nekem ez a fegyver kell, haver. De most a gyári fegyveret megint kicserélt ilyen fosra, de miért? Ja, hát elengedtem már ezt a fightot. Amúgy direkt nem is védekeztem, mert olyan semmilyen volt. Nem értem, hogy miért cserélek ki. Ezt a kardot vettem, nem volt olcsó. És eldobja, érted? Na, akkor most kezdjünk magunkkal valamit, mert ez a fegyver nekem nem kell, ez a olcsó 2 forintos kalapács, amit ezektől vettem fel. Na, hogyan tudom eldobni? Érdekes. Nem vágom, mert nem tudom. Na mindegy. Nem értem, miért cserél ki a basic fegyveremet. Aki tudja egyébként, az nyugodtan írja le, mert ez így nekem nem jó. Tárgylista. Fegyverek. Üres. Nem jó. Most itt van nálam egy kalapács, ez tök nem illik egy azaszínhez egyébként, szerintem. Hozzáteszem. Az a baj, nincs is rá menü. Mert közben valami a kombinációval ugye fegyvert cserélt a földről, amit én nem is akartam, mert lényegében én csak védekeztem, mert ugye úgy működik a kezedben a fegyver.
nyomva tartod a védekezést, és akkor időzítve tudsz visszavágni, ha néha, hogyha lehet. Ezek felvette a fegyvert a földről. Na mindegy. Hát akkor ez van. Jó, azért tegyük hozzá egy régi játék. 2009-es, úgyhogy nyilván nem lesz perfekt benne ez a történet még. Meg talán már nem is fog kelleni, aztán majd kint visszacserélem, vagy nem tudom. Hát meg kiporratlan ebbe azért egy kicsit ez a rész. Nyilván hát mégiscsak az első játék közé tartozik. De hogy az időre megy, aha. Na, ne kapkodjunk, mert ebben nem lehet. Oké, meghúztunk egy ilyen kart. Ja, 2009-es, igen. Nem mai darab azért. Oké, megvan még egy kar. Még kell kettő kar. Jó, és akkor menjünk erre. Ne, ó, Istenem! Vezet az egész. Jó volt. Igen, a szokásos probléma felmerült. És nem az anyámból megyek ki. Ez amikor túlugrik. Meg és régen. A karakter. Nem én ugrom túl, maga a játék. Direktívan beállítva egyébként, de erre rájöttem, hogy ezek nem bugok, ugye a múltkor is, amikor nyomod előre, hogy előre ugorjon és régen ugrik ki a karakter, ez direkt a játék, annak idején nehezítés ez volt. 2009 környékén a nehezítés ez volt, hogy dizorientáltan ugrik el a karakter. Úgymond ez ilyen szapatás faktor benne. Ezt el kell fogadni, ilyen az cső. Én nekem el kellett fogadni, hogy az ilyen az cső, aztán játék. Szánt szándékkal ugrik félre, mindig kettő út közé nem arra fog ugrani, olyan 50%-ba félre fog ugrani, mint most is, előrefele nyomom és régen ugrik el a karakter. Így nehezítették, ugye ez a nehézségi okozata. Most abban nincsen buli, hogyha elsőre meg tudsz csinálni minden, nyilván így gondolkoztak anno ezeknél a játékoknál. Nézd meg! Itt el leszünk egy darabig, mert sajnos ez szánt szándékkal így van beállítva.
Oké. Okay. Látod? Megint odaugrik, nem oda akarok ugrani. Arra. Előre. Előre. Kicsit már félek ettől a game-től. Ilyen téren, hogy mikor fog mellé. Megint, megint, igen. Már inkább megállok minden egyes izén sziklán, mert... Oké, okay, már csak egy kar kell, haladjunk. Oké, okay, és itt hova kéne ugrani? Megint hátrafele ugrott, ki várja. Már nem lesz meg szerintem amúgy. De meg lett. Épp hogy meg lett. Jó van, jó úgy. Nem, az az igazság, hogy meg kell állni minden egyes ilyen fordulóba, és inkább teljesen irányba állítani, mert ugye, hogyha folyamatosan próbálsz parkurozni, akkor le fog dobni a játék. És szerintem nem véletlen van kiszámolva ez így. Na. Nézzük csak. Hogy nyílt ki a cucc? Állóleg ez az utolsó egyébként. Kihúzzuk a zsét, bár nincs rá szükségem már. De hogyha már itt van, akkor miért ne? Úgy is vagyunk, meg vagyunk. Na, ez az utolsó ilyen, amit ki kellett szedni elvileg. Úgyhogy megszereztük az üzének a szettjét. Nancy Anderson, szia-szia! Köszi szépen, remekül. Újabb hetet kezdtünk. Lesz egy jó pár játékbefejezés most ebbe a úgymond hétbe. Jövő héten meg megint lesz új játék. Maxuska, szia-szia, Gabe, szia, üdvözöllek benneteket. Veled mi újság van, hogy veletek? Végére járok ennek az AC2-nek, mert elvileg a 8. szekvenciában voltam legutóbb, és olyan sok mebből nincs hátra. Joki, szia! Most jött az értesítés, hogy megy a stream. A Twitch-en? Ja, a Twitch értesítés az csúszik néha. A DC-re, hogyha van kedved, lép fel, mert ott is van értesítő. Aztán néha az egyik csúszik, néha a másik, de a kettőből az egyik az mindig pontos. Ugye, akit érdekel, DC-re nyugodtan lépjen fel igazából, mert ott is azért zajlik a közösség, vagyunk, mit tudom én, 140 körül. Aztán ott is lehet igazából játékot linkelni, sorozatot, filmet, vannak kategóriák. Lehet beszélgetni, stb. A villa ládában van 27 papír. Na, itt van nekünk valahol egy tekercsünk. Csak kérdés, hogy melyik oldalról lehet ezt megközelíteni, várjunk csak. Nekem a Twitch jól küldte az... Érdekes egyébként tényleg, hogy elvileg központilag kéne küldeni, és hogy felemás, hogy kiküldi. Nem jöttem még rá, hogy... Szia, Desert! Nem jöttem még rá, hogy hogyan működik ez a értesítés kiküldés náluk. Húha! Nem voltam éppen kedves ezzel az őrrel. Na várjatok. Elméletileg itt valahol a házon belül lesz ez a tekercs, ami kell nekem. És
és általában mindig az ajtóba szoktak őrök állni miatta. Ergo meg is van, itt van lenn. Ez az, megtaláltam. Szia, Tiam, hello, hello. Dia. Dia vagy Diam? Azt mondja, én amióta telón aktiváltam, hogy oda küldje az értesítést, azóta állandóan küldi. Ne, csak viccelek, bocsi. Még korán van, azt ilyenkor még izé vagyok. Nincs füstöm, az baj. Diamond! Na nézzük, várjatok, be kéne valahogy jussak, igaz? Oké, bejutunk. Kardom nincs is nálam, az fasza. Find this amusing, perhaps? I can easily have your throat cut. No one shot. Yes. Don't think I won't enjoy this. Itt így kell intézni a dolgokat. Hát most jól sikerült. Mire észbe kaptak, már végig volt. Na nézzük. Várjunk. Hogy van ez? Vissza kéne menni a... megvan, hogy van. Visszamegyünk, srácok, a villába. Méghozzá azért, mert elvileg megkaptuk. Megkapjuk a szettet. Hol a gyors utazás? Hol a gyors utazó pont? Itt van-e? Utazóállomás, ez lesz az. Közelebb nincs? Nincs. Oké, go. Ez itt tökéletes is. Majd itt felmegyek. Wow, nem kaptál, nem baj. Túl messze volt. Lehet, hogy úszva gyorsabb vagyok most. Egyszer. Arra, köszönöm, ez az nagyszerű. Megtámom azért az utat egy idő után. Na, megint látjátok, félreugrik. Pontosabban nem tudom, hogy félreugrása, de ugye én abszolút nem ide akarok ugrani. Hát, rögzítettebb a parkour benne nyilván, mint a izébe, a újakba. Nem szabad összehasonlítani őket. Oké. A villába vissza. Tökéletes. Na, megszerezzük végre azt a páncélt. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Ja, a játék irányít engem, várjál. Nem, hát ezek az AC-k teljesen mások voltak, mint ezek az újak. Abszolút, mindenbe. Ez látszik, meg érződik is.
Azért azt hozzá kell tenni, hogy itt a mászás ugye az olyan, hogy tényleg meg kellett keresned a falon azokat a bütyköket, amin fel tudsz mászni, az újabb, mert bárhol felmászol. Egy kicsit el lettek kapatva az emberek vele. Ugye az újabb, hogyha megnézed, de meredek sziklafalon is felmegy, ami nincs is kapaszkodó igazából a karakter. Úgyhogy az se teljesen oké. Na, először is felmarkolom a zsét. 27 000. Oké. Buongiorno. Buongiorno. Salute, Ser Ezio. Shall we take a look at the list? Na, mit lehet még fejleszteni? Még a patikát, az gyors feltoljuk maxra. Oké, más nincs, ennyi. Kimaxoltuk. Buon viaggio. Viszlát. Jó, és akkor hol volt az a rész, ahol le lehet menni? Jaj, várj, ez a kijárat, ez nem jó. Állj. Hol volt a szikret? Pince. Hoztam tollat. Tizenkettő tollat gyűjtöttem a 100-ból. Na ez lesz az, amit nem fogok összegyűjteni. Ó, hogy ide gyűjti a képeket, amiket megveszek. Na már, ez tök jó. Na képeket azokat még veszek. Ennek van látszatja, és tök jól néz ki. Wow. Oké, hol van a... Ezért keresem, s ott van, megvan. Azt hiszem, ezt a részt kerestük. A fegyvereimet akarom megkeresni. Bár úgyis veszek új kardot, most van egy csomó pénzem már. Itt van ez a szett, ami rajtunk van, szerintem ez a fém. Ez talán a bőr. Annak nincs olyan minden darabja, majd ezt meg kell venni. Várjátok, itt még lesznek szettek. Hogy van ez? Bőrvért megtekintés. Ez volt az alap. Fémvér. Ja, fémvért, ez van rajtunk. És még akkor kettő teljes páncél lesz ezek szerint. Van azért sok cucc. Oké. Hét kódexlap 30-ból, hát ez se áll túl jól. Azért, hogy lehetett lemenni, srácik, a pincébe? Ja, itt van-e. Secret wall, megvan. Na nézzük, hadd szóljon. Boros piadat. Kötelező. Olaszországban, ne viccelj. Alap. Ú, gyerekek, mindjárt megvan a páncél.
És az utolsó. Lássuk. Kíváncsi vagyok, hogy ez mennyivel erősebb. Thank you, Altair, for this great gift. May it shield me from my enemies. Ez az Altairnak volt a páncélja. Hát a HP-m az jóval több lett, hogy látom. Ajha. Az komoly. Ja, és ez a fő páncél, akkor valamit még nem vettem meg. Látjátok, hogy kikerültem rögtön egy izé páncélt. Akkor ez a maxos páncél ezek szerint. Wow. Szia, Freddy! Jaj, a kard! Kard, a kard, hol a kard? Ott van a... Kardtároló. Firenzei szabja, ez az. Felvesz. Oké, most már teljesek vagyunk, mehetünk vissza. Hát úgy néz ki, hogy jó minden. Benézek a kovácshoz. Javítani nem kell semmit. Vértekből még szerintem megveszem a hiányzó darabokat. Ja, ezt a vértet nem vettük meg, ezt a Missaglia cuccot. Amit megjegyzek, egyébként nem olcsó. Komoly. Mondjuk azért meg lehet venni, hogy teljes legyen a szed, de inkább fegyvert nézünk, valami nagyon ütőset. Na, ez a skimitár, ez erősebb, mint a jelenlegi. Itt van ez a milánói kard, ez ugye sebzésbe és forgathatóságba jóval jobb. Állításban nem annyira, de ez mindegy. Basz meg, ez mi? Ez de jól néz ki. Oh, Altair kardja 42 000 ér. Oké, srácok, megvan, mit veszek. Így teljes a szett. No offense, but I didn't think you had the money. Na hát akkor... Akkor ez megvan, mehetünk. Most, hogy kinulláztam magam, mert újra a meló. Oké, visszamegyünk Velencébe, azon belül meg... Hol volt a küldi talán itt, ezen az oldalon? Jól néz ki ez a szett. Most egy darabig festmény nem kell venni szerintem. Na, várjátok, itt a túloldalon lesz valahol a küldetés. Még hozzá itt. Uha, mi folyik itt? Antonio, we need to talk. Ezio! Ezio Auditore! Teodora, meet the most talented man in all of Venezia. Legtehetségesebb ember. Ah, Sister Teodora.
Tűnt neki Madonna volt? It depends how you understand religion, my son. It's not just men's souls that call for soothing. Come, join us, Ezio. Have a drink. Meet the ladies. Murderer! Butcher! Ooh. He sliced Lucia and stole so, her money! So, Messer Ezio, let's see just how talented you are. After him! After him. Parancsba adta. A lányok a pálcban, érd utol és öld meg a gyilkost. Öljük meg, az menni fog. Az menni fog. Hol van? Akkor futás. Don't come any closer, or I will carve up another one. Igen, haver. Don't make me kill again. De nem jó, ó, bassz meg. Érdekes, érdekes, hogy nem engedte befogni a célt. Ezt nem vágom, miért volt így. Jó, gyorsan fut a pari. De most hol van megint? Nem látom. Ez a célbefogás, ez nem olyan fasza. Nem mehetek közelebb, mert megöli a csaj. Na végre. Most jó. Igen, gondoltam, hogy üldözni fognak emiatt. Nem baj. Nehéz a célbefogás, mert ugye targetel több célpontot is. Na, anyátok. Na, és akkor ezzel át is vannak verve az őrök. Ez az. Ez nagyon jó. Oké. Átvertük őket. Sikerült. Mehetünk vissza. Ezek a zenék egyébként nagyon-nagyon el lettek találva. Na még egyszer. Jaj, közben meg kell innom a reggeli kávémat. You have our gratitude, Ezio. Why is it? Wherever you go, trouble follows. Antonio, I trust you know why I'm here. I imagine to rid Venice of Marco Barbarigo. But really, Ezio, we did this once already. And this new Templar Doge is a bigger culo than the last. Never mind that he never leaves the palazzo. Yes. Except for tonight. Marco wouldn't dare miss Carnevale. How do you know this? In fact, he's throwing the biggest party of them all. But getting in won't be so simple. Meg kell vigasztalni a lányokat. Státos, státos, mi járat teszed? And before you think about forging one, keep in mind, each mask is numbered. Hol járat teszed? Csak a csengőt figyeled? Let's see if we can't win you a mask. Tényleg, hogy tetszett egyébként tegnapi Szibéria? Mert nekem az is nagyon bejött, majd azt is folytatjuk valamikor. Több mint apáta, beszélt Odorával, Marco Barbario Joe-ról.
What is it, my son? You want to ask me something? I do. Forgive me, but why is it you wear a nun's habit? Kéntes lesz tátos. Whoever said I wasn't. Indeed, I am married to the Lord. Az úrral járok jegyben ezt a dumát. So, I see no contradiction. How I choose to practice my faith, what I choose to do with my body, these are my choices to make. Like many young women, I was drawn to the church, but grew disillusioned by the believers. Ezt láttátok? Men hold God ezt fogadta azt a elnököt. Not in the depths of their hearts and bodies. Men must know how to love. De csodálkoznak, hogy a tört mártok beléjük. My girls and I provide that to our congregation. No church would agree with me, I realized. So I created my own. It may not be traditional, but men's hearts grow firmer in my care. Among other things, I'm sure. Ja, szerintem is nagyon jól lett ez a Szibéria játék. Signori, signori! Come one, come all! The games of Carnevale are about to begin. Do you have the coraggio to compete for as grand a prize as this? This year, like every year, the Golden Mask will provide entry for one, a uno solo, to our most beloved Doge's personal ball. Who would not desire such an exceptional reward? Come, compete! Whoever proves themselves champion azt tetszik, hogy ilyen feltörőkkel van tele. Shall be the Doge's personal guest tonight. Hú, Trisztán, ez ebben az AC-ban is nehézségi fokozat. Az elsőben se volt, meg ebben sincs. Ezekben még valamiért nem raktak. Itt igazából a nehézség az néha az ugrálás, mert ugye, amit mondtam, hogy direkt néha félre ugrik a karakter. Ugye az inkább arról szól, hogy türelem, meg nem tudom, szóval ilyesmi. This may be the easiest challenge yet, or the hardest. A game of charisma and charm. Step right up, step right up! Who shall win the prize? Welcome! Gentlemen, whether you win or lose, this will certainly be your favorite game. De egyébként, amiben lehet teljességi fokozatot választani, Tristász, mindet a legmagasabbba szoktam játszani. Az összes játékot. Your job is to obtain them. Whoever has the most before my hour pass out körbe tudsz nézni a YouTube-on. A YouTube csatornámon ott van az összes eddig végigjátszott játék. Beírod, hogy felkeltőjel YT, akkor bedobja a linket is. Azt mondja, hogy szalaggyűjtés. Szerez több szalagot versenytársainál a karneválozó hölgyektől. Ez mi? Oké, szerezzünk szalagot. És hogy? Hogyan kell szalagot szerezni? Ja, oké, megvan, lopni kell. Hello. Lopni kell, kérem, a szallagokat a hölgyektől. Micsoda úr! Meg is van. 14-25-ből itt is van valahol. Megvan ez is. Megvan ez is. Következő brigád. Bár csak egy van vissza, elvileg azt mondják. What? Még egy van? Oké. 28 szallag.
Kicsit többet húztam be a kelleténél, nem? We have a winner! You have more ribbons than any man here. You've proved yourself a favorite of the ladies and are now one step closer to the greatest prize of all time. Az igen, kaptam 3000-et érte. Várjatok, itt még lesznek, küldik. Igazából mindegyik majdnem egyforma távolságra van, úgyhogy mindegy, melyikhez megyünk. Itt a következő. Step right up. Come on. Welcome. Welcome. Isten hozta. Előzze meg versenytársét, vegye le a zászlót a tér közepéről. If the opposition holds the flag, you must knock them down to steal it. Be the first to capture the flag 3 times, and the golden mask may yet be yours. Valami aranymaszkot lehet szerezni. Zászló rablás, győzd le versenytársadat. Zászló. Ugyanazt szerintem a küldi, csak zászlókat kell szerezni a tetőről. Úgyhogy hajrá. Aha, ott van a... Bazd, én nem így gondoltam, ember! Látja, de megint félreugrott. Aha, szóval nem szabad megölni senkit. Oké. Itt a létre ember, fogjad meg. Ez meg volt. Ezt is nem értem egyébként. Most kicsit érdekes nekem. Az ellenfélnél van a zászló. Mit kell vele csinálni? Várjatok, itt valami nem stimmel. Menjünk ököllel rá. Most ez mi a szar? Aha, jó. Nem szabad megölni, hanem egyszerűen csak be kell szaladni a zászlóval akkor. Már megint kezd. Az irányítás katasztrófa. Hallod, ez mennyivel szalad? Hadd kérdezzem már meg. Az igen. Hát ezt az életben nem lehet így... Na jó. Ezt így engedjük el szerintem. Ezt letolom újra. Úgy. Szia pajátek, hello hello. Ja, egyébként van, hogy gyorsan szalad a faszi. De miért csinálja ezt a karakter? Terület nem hozzáférhető, mi van?
Húha. Látjátok, megint megfogott valamit, azt se előre, se hátra. Haló? Jó van, Istenem! Oké. Okay. Érdekes, ez a küldi. De úgy is lehet. Gondoltam, felmászik a létrán, de... Adjuk. Úgy gyere, na ezek a nehéz questek pont emiatt, amit mondtam. Parkour ebben nem olyan egyszerű. Na végre, egyet sikerült behozni. Ez az. Kiváló, mehetünk tovább. Messze, messze, me! Itt van már Pali, gyerünk! Push! Úgy! Siker! Átbasztam. Meg magamat is. Ez az. Na gyerekek. Most. Valamit kezdjem már magával. Át tudok oda ugrani? Át. Nagyszerű. 2-1. Nagyon jó. Maraholvatosan kell ugrálni, mert meghalok. Na még egyszer, ugyanez. Úgy láttam, felgyorsult az úr. Ez nem jó. Ja, hát ez nagyon nem fasza így most megint. Látjátok, fel se vette az ászlót és már 4 utcával arrébb van. Ez hogyan? Oda nézzetek. Térképen hol van a faszi. Oda néz. Szerintetek csal? Hát öreg. Felvette az ászlót és arrébb rakta a játék 3 utcával. Azért az kemény. Csalik, ja, amúgy simán, hát én azt mondom, hogy ez csalás, de fúba. De mik ezek a... Aj, ez a parkour rendszer rossz. Na jó, megvárom. Ráérünk. Tudis, addig kell csinálni, mert nem lesz 3 igazából, csak én nyerhetek, teljesen mindegy. Mindig körülnézek, hogy mit lehet venni. Ezt nem értem, miért a tetőn kezdek. Kezdjük azzal. Már nekem még innen le kell mászni, meg ilyen apróságok. Persze, hogy gyorsabb ez a szerencsétlen 20. Ne, és most miben rakadt?
Bebetonozták a kezemet a létrára, bocsász, kilépés. Bocs, srácok, nem tehetek róla, egyszerűen megakad, megáll, ez szerintem direkt ilyen, hogy nehezebb legyen a játék, ezt múltkor már mondtam, hogy ebbe ez a nehezítés. Az a baj, hogy ez szánt szándéka van így megcsinálva. Most például nem mozdult meg a karakterem, megfogta a létrát, azt ott átnézett. Érdekes dolgok ezek. Be kell áldoznak némi HP-t. Nincs mese. Nincs mese, már gyorsabb ez a faszparaszt. Úgyhogy ez lett a megoldás, amit csinálok. Töltöm a HP-t, azt leugrok a francba. Látjátok megint hova megy? Na. Super. Nincs több hílem, de van. Utolsó kör. Fuss az anyád, úristen, itt fuss. De öreg! Oda nézzetek, hogy fut. És ez meg miért mászik ide fel? Mondom, ez szánt szándékkal van így beállítva. És soha nem értettem ezt, hogy ezt miért így csinálták annó. Kicsit se csal a játék, á, de hogy... Borzasztó bazd meg ez. Na jó, ezt felejtsük is el. Ezt a questet ezt leszkippelem. Ez valami borzadály. Hát, nem tudom, az ilyenekkel nem tudok egyet érteni, amikor valami így van direkt beállítva, az ilyen... Elviszi az életkedvemet is. Nem baj, szerencsére most már kész le. Nézd meg, bassz meg! Hihetetlen. Oké, hurrá!